én általában úgy szoktam pályázatra beadni, amikor már nagyon éles a helyzet, hogy egy az egy, már úgy, hogy eredeti anyagban. Tízes méret, egy a tíz, tehát 40 centi, ottani 4 méter. Ez az, ami mondjuk a műteremnek neveztetik most. Hát szoktam azért nagyobbakat itt is csinálni, ami befér, de zömmel a kis terveknek a készítésének a színhelyhez. Hát ez is olyan lesz, hogy ugye egy ilyen selfie, csak egy csók az állatkertben címmel, csak ezt még meg kell cizellálni, összehegezgetni. Klimt, Gustav Klimt. Réges-régen, már 10-15 éve elkezdtem. Egy ilyen fatörzset találtam, amiben benne volt az alak, tehát ezen sok mindent nem kellett csinálnom. Csak a fejet meg a kezet hozzárakni. Hát ez egy cseresznyafa is nő a sarokba belülről. Itt a múltkor letakarítottam. Picit látszik, csak elég csúnya jelzés volt rajta. Ugye van egy olyan írásmű, hogy halál az erdőben, és hát itt mi, csak egy erdőt kell csinálni, meg valami olyan szimbolikus formát, ami a halálról beszélt. Mi beszélt a halálról? Egy fekete kocka. Tulajdonképpen amikor szobrot csinál az ember, ugye akkor nem, úgymond nem lelkészhet, tehát nem lehet szobrot csinálni, meg jóformán semmit nem csinálni, hogy én most milyen tartalmat akarnék közölni, hanem egyszerűen az embernek csak emberben csak az működik, hogy keresi a formát, keresi a nyelvet, keresi a szavakat, keresi azt a ruhát, amiben megjelenítheti, amiben színpadra lépett, vagy amiben meg fog testesülni a dolog, tehát maga megszületik a szobor. Így aztán az a rozsdás vas, ez mint anyag, mert ugye az anyagok önmagukban is egy kifejező erőt hordoznak, ez egy jó nagy közhely, tudom, de ez mondjuk a fiamnak volt a javaslata, mert én először ezt is kőbe gondoltam, de aztán nagyon örültem, amikor beletette a bogarat a fülembe, és akkor utána egyértelmű. De különben nem volt nehéz dolgom így a megfogalmazásban, mert tehát valahol valami olyan iszonyatos szégyenérzet is van, vagy egy ilyen olyan lelkismert furdalás is van az emberben, hogy lehetett ennyit megcsinálni, ennyi őrületet megcsinálni, és ma is ilyenek vagyunk, ma is ennyit, hogy ma a következő generációnak is meg lesznek majd ezek az érzései, hogy mit kellett volna már, mit halasztottunk el, mit csináltunk rosszul.